Jó reggelt, sziasztok! Hétfő van, és folytatjuk a Ugyanhoz helyre önmagad 90 napot sorozatot. És kicsit kifújom magam, mert ilyenkor állandóan jönnek az üzenetek, aztán egyik szobában másikban rohangálok, és na, szóval elég érdekes a mai reggel, és elég tanulságos is lesz, meg fogjátok látni, ugyanis a mostani helyzet, nem tudom, ti hogy vagytok vele, ez már nem játék. Tehát ahogy én most csinálom ezt a 90 napot, közben ugye olyan embereket találkozok, akiknek az egészségük hát elég ramaty állapotban van, és ugye megkeresnek, és akkor mondom, hogy szerintem mit kellene csinálni, hogy érdemes, mint ugye ráültetjük a programjainkra. De így még nem éreztem ennyire fontosnak azt, hogy gyerekek, ez nem játék már. Mondok egy példát, ugye most született nem régen a kicsi unokám, és ugye a gyerekeknél van olyan, hogy úgy belázasodnak. Igen ám, de nem megy ki az orvos. Mert lázas. Mert biztos covidos, persze. Ugye vesznek tőle. Most covid tesztet természetesen negatív, de milyen dolog ez, gyerekek? Egy gyerekhez, egy lázas kisbabához nem megy ki egy orvos. Bocsi, hogy ilyen nagyon undorító, hány ingerem van tőle. És mihez vezet ez az okfejtés? Hogy nekünk kell kezünkben venni az egészségünket, meg a családunk egészségét. Nem tudom, hogy igazat adtok-e nekem, hogy ez már nem játék. Tehát nincs olyan, hogy majd most én... Szóval ne, borzasztóan fel vagyok háborodva, biztos látjátok. És ezért harcolok minden nap, hogy gyerekek, vegyétek kezetekbe az egészséget, mert másképp problémák lesznek. És főleg, hogyha van a kezetekben olyan dolog, amivel azért biztonságot tudtok nyújtani a családotoknak, az egy jó érzés, nem? Tehát írjatok már ide, hogy az jó érzés. Kinek van köztetek olyan valami a birtokában, ami egy ilyen nyugodtságot okoz? Oké, bármi történik, azért nagyon nagy veszélyben nem vagyunk, mert akárhogy is mondják, hogy létezik-e ez a parasztvakítás, ami megy most a világba, vagy nem, az biztos, hogy a legrosszabb, amikor egy anyuka nem tud mit kezdeni a gyerekével, és kell egy biztonságérzetet adni. Szerintem, hát most nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, de az biztos, hogy komoly tanulmányokat kell végeznünk arra vonatkozólag, hogy ne okozzon nekünk problémát, hogy most mit csináljunk. Nem kell orvossá válni természetesen, de ha olyan közösségben vagy, ahol vannak orvosok, ahol vannak természetgyógyászok, ahol vannak kineziológusok, ahol vannak normális emberek, akkor azért nyugodtságot okoz, nem, hogy meg lehet őket kérdezni, hogy ebben a pillanatban most mit csináljak, addig, míg meg nem jön esetleg az a segítség, aminek meg kell jönni. Tehát ezt most egy kicsit jobban ki kell bontani, kiélezni, és ajánlom azoknak, akik most videókat készítenek, mert ez legyen most a fókuszban, hogy igenis létezik olyan program, amivel biztonságot tudunk magunknak és a családunknak nyújtani. Ez a number, ez az én az első. Utána jön a többi, meglátjátok magától. Oké, ez csak egy ilyen kis intermezzo hirtelen így az elejére, ez csak így látjátok a mai tüzes tudatállapotomat, ami egész héten végig fog menni egyébként. Nagyon jó teremtő erők vannak, ki lehet ezt használni. És ugye én mindig szoktam mondani, hogy a legjobban az ugródeszka mindig a macera, a problémáknak a megoldása. Írja Noémi, hogy ő most pont meg van fázva, de könnyedén viselem. Apropó, mielőtt elkezdeném, ez a megfázás. Ugye azt hiszik az emberek, hogy a megfázás az betegség. A megfázás az nem betegség. Csak ugye, ahogy már kicsit köhétsel az ember, akkor rögtön antibiotikum. Ez akkora baromság, mert azt kell megérteni, hogy a szervezet az intelligens. És a szervezet az így dúrja kifele magából azt a szennyet, ami fölhalmozódik. És ez néha kidől az orron keresztül, meg a szájon keresztül. Biztos látjátok, hogy én néha úgy estén, reggelenként így köhétselek. Miért van ez? Biztos gondoljátok, hogy na, a Vili milyen jó egészségprogramban van, állandóan köhétsel. Ez egy természetes folyamat, amikor esetleg én reggel tisztulok ilyenkor.
És akkor, hát persze, ez, mivel hogy nekem a leggyengébb láncszemem az egyik, a tüdőm, ugye ezzel volt a fő problémám, ez tisztul folyamatosan. Azok a szennyek, amik ugye mostanában elég sok poros dolgot csináltam, ugye csiszolok, vagy mindenféle dolgot csinálok, egy hobbiból egy teraszt gyártok. Egyébként ugyanilyen stílusú teraszt, mint a hátam mögött van. És persze, hogy összegyűlik a por, és akkor ilyenkor meg reggel kiürül. De most szednék rá antibiotikumot? Ez a hülyeség. Szépen kiürül, és akkor kész. Úgyhogy ennyit a kövécselésről, és még a megfázásról annyit, hogy tehát egy kicsit azért tanulmányozzátok, illetve a mi közösségünkben van erről több képzés, hogy hogyan működik a szervezet. Tehát a tűz, víz, levegő, föld, éter, elem bennünk valamilyen arányban eloszlik. Na most, hogyha ezt figyeljük, mint például ebben a nyálkás időszakban, én azért hívom így, mert ilyenkor túlsúlyba kerül különböző elem, például a vízelem, és ugye, ha víz túlsúlyba kerül, akkor tűzelem kezd megemelkedni, magyarul lázas lesz az ember, és nem biztos, hogy rögtön a lázcsillapítóhoz kell nyúlni, mert az szépen azért van a láz, hogy olyan hőmérséklet legyen a szervezetben, hogy elpusztítsa a batikat és különböző dolgokat. Tehát most nem akarok ebbe belemenni, csak én ezt tanulmányozom már nagyon régóta, és tök jó meg tudom figyelni magamon, és természetesen az orvosbarátaim ezt megerősítik, és ahhoz lehet adni különböző dolgokat. Értitek? Tehát ennyit erről, és akkor vágjunk is bele a mai témába, mert elrizsázom az egészet véletlenül. Szóval az van, hogy hétfőnként ugye a mi programunkban nagyon sok tréning van. Ugye elkezdődik már olyan 7 óra után, különböző munkatársaink ilyen fél órás ilyen kis bejátszásokat tesznek, ami egészen ugye a 11 óra 15-kor kezdődő nagy meetingbe zárul le. Aztán van egy kis pihi, aztán folytatódik ugye a hét, hogy mi elkezdjük a hetet. És írjátok már be, hogy érzitek már ezt a folyamatot, hogy várjátok ugye ezt a hétfő indítást, hogy ugye egész hét az így be legyen tüzelve, szó szerint, így alá tudjuk gyújtani a rakétát, és akkor egész az csütörtökig kitart, csütörtökön még ráfejlünk egy picit, ami kimegy a hét végéig. És ebben az egész programban csináljuk mi ezt a 90 napot, hogy tedd magad helyre 90 nap alatt. Na most, kinek való ez? Írjatok ide nekem, hogy szerinted kinek való ez, hogy 90 nap alatt úgy helyre pakolja magát, és akkor a következő 90 napban picit finomítson az előző 90 napot, és utána a harmadik 90 napon meg a másodikon, és így megyünk tovább, egészen addig, ameddig egy olyan hát egy szintre föl nem jutunk, hogy úgy, hogy már úgy érezzük, hogy ez így tök jó. Mindig a Ben húrül a szekéren, és akkor a hat lovat úgy irányítgatja. Ez egy jó dolog, nem? Tehát van, aki már közületek is följutott arra a szintre, és akkor hát így szépen megzabolázza a lovakat, és akkor így megyünk előre. Ezért kell a tanulói közösség, hogy ezeket a lovacskáknak a zabolázását meg tudjuk beszélni. És ez egy jó dolog, mert ugye van, akinek ez a macerája, van, akinek az a macerája, van, akinek meg ez a macerája, de egymás problémáját meghallgatjuk, egymás ugródeszkáját meghallgatjuk, és mindenkinek úgy képbe kerül, hogy ó, nekem ezen kell változtatni egy picit, nekem meg ezen kell változtatni, és úgy körénk rendeződnek a megoldások és a dolgok, és ugye mesterünknek az egyik szavát idézem, hogy nem a cél a lényeges. A cél az hogy ott van, megyünk afele, ugye sok ilyen számot szoktunk kiírni, én is kiírtam már egy pár reggel, hogy nekem milyenek a számaim, és afele megyünk. De a cél az nem olyan, hogy úgy elérted, és akkor úgy egyedül ott ücsükész a célodnál, és akkor fú, most akkor mi van? Nem, az út maga az, amin megyünk. Ezek a 90 napok. Ezek a 90 napon belüli finomítások. Ez adja meg az életnek a savát, meg a borsát. Tehát az a problémám nekem ezekkel a személyiségfejlesztő tréningekkel, hogy ők azt hiszik, hogy ugye ott a cél, és akkor mindent megteszek, és akkor majd odáig elérek, és ez egy akkora baromság, mert a torpedó sem megy, pedig az egy ilyen kis szerkentyű, de az is még így megy.
Tehát nem így nyíl egyenesen. És hogyha mi is így fogjuk fel az életnek a tudását vagy gyakorlását, akkor minden nap jól érezzük magunkat. És ugye kérdeztem azt, hogy kinek való ez szerintetek. Hát annak való, aki elhiszi azt, hogy most kell jól érezned magad, amíg az úton vagy. Mert furcsa lesz ám fönt lenni, mikor elérsz egy olyan célt, amit úgy kitűzöl magadnak, akkor ha nem azt érzed, hogy hol a következő cél, akkor nagyon nagy bajba vagy. Ezért problémás az, hogy például valaki el lehet érni a tökéletes egészséget. Milyen az, hogy tökéletes egészség? Mindig valami megborul. Hol egy kicsi hurut, hol egy kicsi bevágod a kezed, elvágod az ujjat. Ennek nincs vége. De legyen egy egyensúly. Egy egyensúlyra való törekvés, az egyensúlyban figyelés. És innentől kezdve ez egy nagyon érdekes dolog, mert úgy elkezded élni az életedet. Tehát én látok embereket, mindenük megvan, és akkor be vannak savanyodva. És látok olyan embereket, akiknek meg alig-alig van valamiük, viszont tök jó érzik magukat, mert más lett az életüknek az értelme. Hát nézzétek meg, hogy ugye kinek való ez a program. Aki elhiszi ezt, hogy maga az utazás az a cél, és nem a cél a cél, hanem az utazás és annak az izgalma. És ha minden nap úgy kerünk föl, én mondom az én verziómat, aztán majd oda teszitek, ahova akarjátok, hogy én minden nap hálát adok Istennek, hogy mennyi mindenem van. Körülnézek, itt vannak az unokáim, itt van a... És akkor pont. Tehát nézem, hogy tök jó az egész, és akármikor voltam így, amikor még dobozokból éltem, akkor is hálát adtam az Istennek, hogy legalább a dobozokban van valami. Mert van, akinek még az sincs. És nézd meg, hogy te mennyi mindenért lehetsz hálás. Ha már egyébként most nézel engem, akkor van interneted, akkor van annyi pénzed, kifizeted az okostelefonodat, akkor van lehetőséged, hogy a kapcsolatokat ápold az emberekkel az interneten, és teremteni tudjál. Tehát nekem nem mondhatjátok, hogy hát annyi akadály van. Nincsen akadály. Illetve ha van akadály, akkor mondom mindig, hogy ugródeszka. És ugye annak való ez az egész, én azt látom, aki szeretné magát ebbe az egyensúlyi állapotba hozni, és ehhez még hozzáteszi a pénzügyi helyzetet is. Tehát nem csak az egészséget tesszük előtérbe, hanem párhuzamosan hozzáteszük a pénzügyi jólétet is. Nem tudom, szerintetek, vagy erről nektek mi a véleményetek. Mert én azt látom, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy csak akkor lehet egészséget, ha pénzed van. Hát akkor nézzétek, hogy mennyi beteg ember van gazdagon. Hát akkor most ez igaz, vagy nem igaz? Persze, a jó kaját, a jó készítményeket pénzért lehet megvenni. De amikor megvan bennünk a teremtéshez való képesség, akkor az odáig vezető utat is, ha valaki megmutatja, akkor meg lehet csinálni. Én élő példa vagyok rá, mert annyi pénzem nem volt, hogy egyáltalán kifizessek 3000 forintot, hogy mondjuk például ebbe a programunkba benne legyek, hogy akkor ennyi volt a regisztrációs költség. Most ingyenesen meg lehet csinálni. Értitek? Tehát itt az a lényeg, hogy nézd meg, hogy neked való-e ez az egész. Való-e az, kell-e foglalkozni az egészségeddel, kell-e foglalkozni a pénzügyi helyzeteddel, mert akkor tényleg neked való ez a dolog. De van egy érdekesség, hogy szerintem annak is való, aki túl tud ezen nőni, és másoknak is meg szeretné mutatni, hogy ők hogyan érjék el ezt a dolgot. De nem tudom, ebbe belegondoltatok-e. Nekem volt egy mesterem, sajnos már nem él, Mark Hughes-nak hívták, ő azt mondta, hogy akkor is csinálnád ezt, amit most csinálsz, ha nem kapnál egy fillért se érte. Most megkérdezem tőletek, hogy akkor is csinálnád. Ha a válasz nem, akkor nem neked való ez a dolog. De ha a válasz igen, akkor viszont neked való. Innentől kezdve csak el kell kezdeni finomítani azt, hogy hogyan lehet ezt jobban, meg még jobban csinálni. Nézzétek meg, hogy ez mindenre rá lehet húzni. Ha te jó ács vagy, mennyivel jobb az,
ha megtanítasz embereket jó ácsolási munkákra. Mert akkor többen tudtok dolgozni, és hatékonyabb. Vagy ha cukrász vagy, akkor igaz-e, hogy ki tudsz magad mellé nevelni cukrászmestereket, és akkor már megint meg tudod duplikálni magad. Itt nálunk ugyanez a helyzet. Ha elérjük az egészséget és az anyagi jólétet, ugye erről szól a mi klubunk, akkor kutya kötelességünk ezt megmutatni más embernek, ráadásul még pénzt is kapunk, tehát ez egy varázslatos dolog. Úgyhogy hát ezekkel a gondolatokkal szerettem volna így elindítani ezt a hetet. Én azt javaslom, hogy teszteljetek le bennünket. Tényleg csak én beszélek-e erről, vagy vannak olyan barátaim, akik hasonlóan beszélnek. Valamelyikünkkel tudsz azonosulni, hív föl valamelyikünket. Beszéljetek meg egy randit, egy találkozót így az interneten, vagy akár személyesen. Üljetek le egy tea vagy kávé mellé, és beszéljétek át, hogy hogy lehetne a te életedre rátenni egy ilyen programot, ami nekünk van. Nézd meg, hogy esetleg 3 hónap múlva hova fogsz eljutni ezzel a programmal, és 6 hónap múlva, és 1 év múlva. Nálunk hatalmasak a változások jó értelemben. Azt is mondhatnám, hogy könyvfakasztóak jó értelemben, mert hihetetlen történeteket gyártunk. Úgyhogy ez volt a mai reggel indító ma. 10 óra 15-kor gyertek, akik tudják, hogy hol leszünk, akik meg nem, azt meg keressenek meg, és akkor be tudtok jönni, és nézzetek meg, hogy konkrétan élőben mit csinálunk, és gyertek, legyen egészségetek és jólétetek nektek is. Sziasztok, a Teremtő Erő legyen veletek, és 10 óra 15-kor találkozunk a szokott teremben.